A kecske körmök. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy ördöngös asszony a Duna partján. Annak volt egy kecskenyája, de még milyen kecskenyája? Hófehér volt a szőre, és csak úgy megcsillant a napfényben. Egyszer, honnét, honnem, egy lány került elő, és annak is volt egy kecskenyája, és annak arany volt a körme, és a szőre, az is színaranyból. A ördöngös asszonynak nem volt nyugta éjjel-nappal, mindenhogy azon gondolkozott, hogy hogyan kerítse el lábalól az lányt, és szerezze meg a kecskenyáját. Egyszer Ekének fogta mind a hat ökrét, és egy mély barázdát húzatott a Duna partján. És ez még nem volt elég. Jött egy nagy vihar. Szegény lány bármerre ment, mindig állta az útját a víz. De ezért be is szaladt a barázdába. De követte a kecskenyája is. És az ördöngős asszony meg futott a kecskenyáj után, hogy nehogy beleszaladjanak. De az ördöngős asszony még a saját kecskenyája is követte. És amikor belefulladtak a barázdába az aranyszőrű kecskék is, akkor hiába kiabált, hogy álljanak meg az ő kecskéi, jött egy nagy hullám, és besodorta őket. Ezért lehet még most is találni a Duna partján olyan köveket, amik szörnyen hasonlítanak a kecskekörmökre.